Néhány nappal ezelőtt értek haza a városunk mazsorettezői a Brünóban megrendezett Európa-bajnokságról, amelyen két negyedik helyet szerezve a csapat eddigi történetének legeredményesebb szereplését tudták maguk mögött. Gratulálok, Inci! Tóth Irén Erzsébet a csapat vezető a vendégünk, és Inci, kik vehettek részt Magyarországról ezen a versenyen? Ez már nem az első alkalom, hogy kint vagytok az Európa-bajnokságon. Hány fővel mentél, és még egyszer, kik azok, akik Magyarországról képviselték az ilyen versenyen hazánkat? 5. éve járunk Európa-bajnokságra, és oda csak a kvalifikált versenyzők juthatnak el. A magyar bajnokságon 1., 2. vagy 3. helyezettek, és a megfelelő 9-1-es ponthatárt el kell érni minden versenyzőnek, csak azok jöhetnek ki. Én most 9 koreográfiával készültem a magyar bajnokság után, mert ők jutottak be az Európa-bajnokságra. Ebben mini formáció és csapat koreográfiák is voltak. Ahogy említettem, 2/4 helyet szereztetek. Ez mekkora sikernek számít? Ez nagyon nagy sikernek számít. Én nem is gondoltam, hogy ilyen jó lesz az eredmény. Látva a csapatomat, azt láttam, hogy fantasztikusan képben voltak, és nagyon szépen szerepeltek, nagyon összeszedték magukat. De látva a többi csapatot, egy kicsit ugye időnként azt mondjuk, hogy pontozásos sportágban elbizonytalanodik az ember. Kik voltak azok, akik ilyen szépen szerepeltek? Ludányi Lili, Ludányi Janka és Ludányi Noémi, ők 4. helyezést értek el a triójukkal, illetve őket kiegészítve miniformációban lettünk még 4. Kóródi Kinga és Kis Gréta segédletével. Említetted itt a beszélgetésünket megelőzően, hogy amikor az eredményhirdetés volt, akkor mondták, hogy 6. hely nem voltatok, 5. hely nem voltatok, és akkor már lemondtál róla. Igen, mert magyar csapat nagyon nehezen szokott bekerülni 1. 6-ba. És amikor nem hirdettek 5.-6. tőlünk, akkor azt mondtam, hogy úristen, talán nem is. És nagyon boldogok voltunk, hát szinte sért mindenki, amikor megtudtuk, hogy 4. helyezést értünk el. Mekkora volt ez a verseny? Mit kell róla tudni? Hát közel 15 ország, 3000 versenyzője szerepelt. És most már még Ukrajna is, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Litvánia, olaszok, akik még eddig nem voltak jelen ezen a versenyen. Természetesen a csehek, a szlovákok, akik ugye állandóan viszik az érmeket tőlünk, előlünk. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy mezőny volt, nagyon népes mezőny, nagyon szép városban. Brünó gyönyörű, szerencsére volt alkalma a csoportomnak, egy nap szabadunk volt, és akkor városnézés is belekerült a programba. Ez már az 5. volt, említetted, hogy 5. voltatok Euróbajnokságon. Szakmailag mit jelent egy ilyenen részt venni? Tehát gondolom, te nem csak a saját csapatoddal vagy elfoglalva, ilyenkor megnézel a többi csapatnak is a programját, hogy szakmailag lehet fejlődni egy ilyen versenyen? Abszolút, ez a célunk, hogy azért megyünk ilyen versenyekre, hogy lássuk, hogy a többiek, a külföldiek mit csinálnak. És itt aztán a gyerekek, amikor már felmegyünk, visszamegyünk a szállodába, vagy a hotelbe, vagy ahol vagyunk elszállásolva, ott már az az első, hogy veszik elő a botokat, és próbálják azokat a dolgokat kigyakorolni, amiket láttak a többiektől. Tehát szakmai fejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy ezeken részt vegyünk. Korábban milyen helyezéseket zártatok? A legjobb helyezésünk 6. helyezés volt, ezt tavaly értük el Porecsbe, itt is a mini pomponos formáció lett 6. Mondtad, hogy hány csapattal, hány csoporttal voltatok. A többieknek az helyezését azért mondd már el, sorold el, hogy ki hanyadik helyen végzett. Ugye a trió és a mini formáció 4. helyezést értek el. Kóródi Kinga és Kis Gréta 7. lettek duó kategóriában. 11. lettek junior trió, vagy a duóban Veres Vivien és Törő Adrián. Kadett csapatunk menetben 12. helyezést ért el, a juniorok 8. helyezést értek el, Ludányi Lilike 9. helyezést ért el egyéniben, és Kóti Nóra 16. lett. És azért tegyük hozzá, hogy mondtad, hogy körülbelül 15 ország volt, de azért egy országból egy versenyszámban nem csak egy versenyző vagy egy csapat volt, hanem lehet, hogy 2 meg 3. Tehát itt elképzelhet, hogy egy-egy versenyszámban akár 20-30 induló is volt. Hát 25-26 versenyző volt szinte minden kategóriában, hiszen a csehek, ők miután házi verseny, vagyis házi gazdák voltak, ezért ők indíthattak több versenyzőt is, kvalifikálhattak több versenyzőt. Ezt mindig meg szoktam kérdezni.
újra megteszem, hogy egy ilyen sikeres szerepléshez mennyire tud motiválni benneteket? Nem fáradtok bele ebbe az örökös próba egész nyáron, próba, aztán versenyek, próbák? Hát azt mondhatom magamról, hogy most 2 hetet pihentettem a lányokat csak, mert azt láttam, hogy 1 hét után is már újra kezdtünk fel visszatornázni a kondíciót, és ezt most nem szabad volt megengedni, hogy most leeresszenek a lányok, hiszen a magyar bajnokságban még iskolai időben vagyunk, ott még testnevelés órák, meg a folyamatos terhelés azért működik. Viszont nyáron mindenki elmegy 1-2 hétre vagy hónapra, ezt viszont most ebben az évben nem engedtem meg. 2 hét volt, ami rövid pórázon voltak. Rövid, nagyon rövid pórázon. Persze, hogyha be volt fizetve egy nyaralás, akkor természetesen elengedtük, de amint visszajött, meg házi feladat volt a táb, vagy a pihenés alatt is meg volt mondva, de azért a spárgát gyakorolt, stb. Meg az egyéni koreográfiákat, úgyhogy azt mondhatom, hogy feltöltődve jövünk haza, és amikor én elindulnak a gyerekeim a színpadon, meglátom őket, sokszor én rácsodálkozom a dologra, mert azt mondom, hogy ezek az én lányaim. Mert olyan szinten össze tudják magukat szedni, és még pluszt is tudnak hozzáadni, hogy én ugye látom minden nap őket a próbán, de mégis teljesen mások tudnak lenni időnként, amikor tudják, hogy ez most nekik pontszámot jelent. Akkor ezek szerint jó versenyző típusok? Igen, abszolút azt tudom mondani, hogy minden verseny alkalmával meglepnek engem a lányok, hogy még milyen plusz tudnak rátenni. Nem tudom, valamilyen pihenő most kijut nekik, vagy készültük egy következő versenyre? Hát már jön az őszi verseny novemberben, amit valószínű, hogy nekünk kell megrendezni. A szövetség elnöke megkért arra, hogy beszéljek polgármester asszonya, hogy esetlegesen egy új versenyt meg lehet-e itt rendezni Püspökladányban. Ez még a jövő zenéje, de hát természetesen készülünk, illetve hát én nagyon szeretnék egy kicsit pihenni, új erőre kapni, és arra gondoltam, hogy még szeptemberben azért gyülekezünk, meg találkozgatunk, meg próbáljuk összeszedni az erőnket, és akkor októbertől megint teljes bedobással. Gondolom, az eredményesség az azért függ attól is, hogy milyen háttérrel dolgoztok. Ebben milyen segítséget kaptok Püspökladánytól? Hát most nagyon meglepett a város, mert nagyon sok magánember és nagyon sok vállalkozó segítette az utunkat. Főleg a buszköltséget támogatták, illetve apró dolgokkal, ami nagyon sokat jelentett a csapatnak. És azt gondolom, és úgy érzem, hogy a lányok miután tudták, nagyon sokan támogatnak bennünket, ezért még egy pluszt éreztek magukban, hogy most már a városnak teljesíteni kell, és örömöt kell szerezni a ladányi embereknek. Végszónak ez nagyon-nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Gratulálok a csapatnak, és neked is személy szerint további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen.